A mai nap főszereplője egy teljesen általános, hétköznapi háztartási tárgy. A pohár. Egy pohártól valószínűleg nincsen semmi különleges elvárásunk, azon kívül, hogy pohár legyen és inni tudjunk belőle. Legalábbis nekem nincs. Nem beszélhetek más nevében, hiszen ezekkel a poharakkal szemben a tulajdonosuk egészen más elvárással van. A poharak virtuóza Varga Bence zenész, akinek ütőhangszeresként igen különleges kapcsolata van a furcsa hangszerekkel. Immáron 12 éve poharakból épített hangszerével járja keli az országot, bár ez nem olyan, mint hogyha egy gitárt bedobna a hátsó ülésre. Ez egy nem egy szokványos hangszer, ezért így izgalom minden fellépésben van. Tehát nem szokványos, nem annyi, hogy kivesszük egy tokból és kitesszük, bedugjuk, szól, hanem ennek van egy speciális szállító, doboza, egy rek doboz. Ha jól látom, hasonlóan van elrendezve, mint egy zongora billentyűzet? Ugyanúgy van elhelyezve, ugye, mint egy zongora. Tehát a fekete billentyűknek felel meg. Ezek itt a fehér poharak, ezek a fekete poharak. Ugyanúgy kromatikusan van behangolva, mint az európai zenében. És szinte. Ez miért üres? Ez azért üres, mert ez alapból egy olyan hang, ami A hangon szól. Talán túl szentimentális gondolatok jutnak eszembe egy pohár vízzel kapcsolatban, de amikor a nagysebességű kamera felvételeit visszanéztem, akkor egy percre elnémultam. Egyszerre látni és hallani a fizika törvényeit, miközben egy egyszerű hétköznapi tárgyból gyönyörű dallamok szólnak, szerintem egy csoda. Csak boros poharakkal, vagy csak ezekkel a kelyhes poharakkal működik ez a varázslat? Mondjuk egy sima vizes pohár mit tudna produkálni? Gyakorlatilag mindent be lehet hangolni. Ez a fajta simogatós módszer, ez csak a kelyhes poharaknál működik. Vizes pohárral pedig úgy működik, hogy azt is lehet hangolni, ugye minél több folyadékot töltünk bele, annál mélyebb hangja lesz, viszont ezt meg kell ütni. A behangolás titkos módszer, így az csak kamerán kívül nézhettem meg, mint ahogy arról sem árult el sokat Bence, hogy milyen márkájú poharak váltak be a legjobban. Annyit azonban megtudtam, hogy... Többféle pohár, tehát sosem az számít, hogy nagyon drága pohár legyen, vagy nagyon... Ugye ezt eredetileg kristálypoharakból készítették, azért annak sokkal szebb hangja van. Ebben is van nagyon olcsó barkácsáruházas pohár, meg van olyan pohár, amit az már nagy bánatomra nem gyártják, ami darabja több ezer forint. Elméletben. Akkor, hogyha tudom, hogy melyik a C-hang, bár mondjuk most akkor itt... Melyik a C-hang? Ez. Az igen. Aha. Akkor elméletileg el tudnék játszani valamit a zongora tudásommal? Gyakorlatilag is, nagyjából ugyanaz, csak nem lefele nyomkodjuk a billentyűt, hanem körbe. Persze bénáztam, de valami óvatos hangot azért sikerült nekem is kikönyörögnem a poharakból. Ez nagyon jó. Hát ilyen. Így néz ki egy pohár hangszer, és így szól, ha egy igazi profi játszik rajta. Magyarországon tudomásunk szerint mindössze 2 zenész foglalkozik komolyan a pohár zenészettel.